Otthon teremtési támogatás a közszolgáknak a kormány tervei szerint akár kamatmentes hitellel is segítenék az államigazgatásban dolgozók lakáshoz jutását, esetleg meglévő devizahitelei kiváltását. A stúdióban a vendégem Rétvári Bence, a közigazgatás és igazságügyi minisztérium államtitkára. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Azt hiszem, én ezt múlt héten olvastam először a Népszabadságban, talán ott jelent meg elsőként ez a kormány tervezet. Ez most nagyon tervezett, vagy ebből tényleg azért lesz egy ilyen komoly jogszabály, vagy döntés? Akár erre utaló különböző mondatokat korábban is lehetett olvasni, nem csináltunk ebből titkot, hiszen van egy közigazgatás fejlesztési tervünk, ezt mi magyari programnak hívjuk, aminek fontos része, hogy a közszolgálatban dolgozók számára hogyan tudunk életpályát kínálni. Ennek van nagyon sok része, amelyik akár a képzésben, akár más területeken már megjelent, és ennek lehetne az egyik eleme, és ezt régóta mondjuk, ha lesz rá költséget is fedezett, hogy az otthonteremtésben is tudjunk segíteni, hiszen sokaknak nincs elég önereje, és egy ilyen kedvezményes hitel jobb lenne. Épp ezzel a kormány már többször tárgyalt különböző javaslatokat, hogy hogyan és miként lehetne segíteni a közszolgálatban dolgozóknak. Csak azért, hogy mindenki számára ez érthető legyen, Rétvári, úgy ugye mondhatjuk azt, hogy körülbelül egy ilyen 160 ezeres csoportról beszélünk, amikor azt mondják önök, hogy például az ő helyzetüket szeretnék javítani. Hogyan? Milyen konstrukció alapján? Ugye maga az érintetti kör is lehet szűkebb, szélesebb, hiszen lehet a központi közigazgatásban dolgozók, akkor a különböző kormányhivatalokban tevékenykedők, vagy a közszolgálatban dolgozókra, tehát szolgálati viszonyban levő akár katonákra is kiterjedhet, tehát sokkal szélesebb körű is lehet, ha úgy dönt a kormány. Szeretném hangsúlyozni, hogy sehogyan nem döntött, tehát se a szűkebb, se a tágabb kört még nem határozta el, hogy kinek fog szólni. Nem döntött el azt sem pontosan, hogy mekkora önrész, hogy az önrészhez lesz támogatás, a kamathoz nyújt támogatást, tehát nagyon sokféle lehetőség volt a kormánynak. Viszont ez ügyben lépni kell, hiszen az elmúlt 3 évben a közigazgatás nagy mértékben megfiatalodott. Egyes tárcáknál már 40 év körül, vagy az alatt van az átlag életkor, hiszen nagyon sok fiatal nyelveket beszélő diplomás szakértő, jogászok, közgazdászok kerültek be a közigazgatás rendszerébe, és hát nekik az otthonteremtés különösen fontos, főleg, hogyha vidéken egy nagyobb városba költöztek át egy kisebb településről, neki különösen fontos, hogy tudjunk itt segíteni, a gyermekválláshoz is tudjunk segítséget nyújtani. Ezért gondolkozunk főleg ezen, hiszen megújult, megfiatalodott közigazgatásnak nagyobb szüksége van ilyen otthonteremtési támogatásokra. Akkor államtitkár úr, hogyha ön eddig nem mondott olyan konkrétumot, ami egyelőre ugye ebben a javaslat csomagban benne van, akkor hadd segítsek önnek én, és hadd mondjam én ezt el. Azt mondja, az új ingatlan megvásárlásánál önök azt tervezik, hogy 30 millió forintos kamatmentes hitelt adnának, illetve aki használt lakást vásárolna, ott például, hogy 20 millió forint értékű lakáshitellel támogatnak. Kamatmentes hitelekről van szó. Ahogy mondtam, sokféle változat volt. Amit a sajtóba kiszivárgott, az egy valamikori novemberi verzió lehet körülbelül, és abban is több alternatíva van. Korábbi javaslatok is voltak, és későbbek is voltak. Tehát ezért nem tudom felelősen azt mondani, hogy bármiféle konkrétumot már most meg lehet határozni, mert a kormány csak kijelölte, hogy a nemzetgazdasági miniszter nézze meg a fedezetét, a közigazgatási miniszter nézze meg, hogy kik a leginkább érintettek, kiknek van a leginkább szüksége rá, és utána fog majd a kormány dönteni. Ez egy nagyon fontos döntés, nagyon sok pénzről van szó, nagyon nagy felelősség, hogy pontosan milyen konstrukcióban segítünk, ezért tárgyalt a kormány első, második, harmadik olvasatban, és majd bízunk benne, hogy minél hamarabb fog tudni dönteni is, és ezzel is legalább a közszolgálatban dolgozóknak jobb lesz az otthonteremtési lehetőség. Akkor még csak azt árulj el, hogy majd fog dönteni, úgy itt az időbeli korlát mi lesz. Ez még a feltételezem én, hogy a választások előtt azért erőteljesen meg fog születni. Hát ez majd kialakul, hogy pontosan a kormány mikor tudja megteremteni a fedezetet is hozzá, és mikor tudja kidolgozni a konstrukciókat is, de én is bízom benne, hogy ez nem hosszú hónapoknak, hanem rövidebb idő alatt, akár pár hét alatt is a kormány valamiféle döntést ebben tud hozni. Államtitkár úr, félszemmel láttam, hogy itt volt már a stúdió területén, amikor Mesterházi Attilát arról kérdeztem, hogy mit remélnek 2014-től, illetve a parlamenti választásoktól. Ő ugye nagyon határozottan és egyértelműen kijelentette azt gyakorlatilag, hogy meg fogjuk nyerni. Hát nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban szeretne reagálni. Itt, hogy hallgattam, egy valami tűnt föl nekem Mesterházi Attila válaszaiból, hogy semmit nem mondott, ami a saját kormányzásuk alatt eredmény volt, és amire büszke lenne.
én úgy látom, hogy leginkább szégyelik a szocialisták azt a 8 évet, amiben kormányoztak, hiszen sehol semmilyen felszólásukban nem lehet azt hallani, hogy mi volt az, amit elkezdtek akkor, és most folytatnák, hiszen semmilyen eredmény nincs, amit igazából most vissza tudnának hívni. Mondjuk ebben a beszélgetésben nem beszélgettünk az ő 8 éves kormányzásukról, bár azt gondolom, hogy viszont 2010-ben, amikor önök kerültek ugye hatalomra, akkor nagyon sok MSZP-s politikus egyébként elismerte utólagosan az elmúlt, mármint a korábbi 8 évnek a hibáját. Valós veszélynek tekintik egyébként, vagy tekintenek arra, hogy tényleg az ellenzéki összefogással ők nyerhetik meg a parlamenti választásokat? Hát szerintem az eredmény sokkal szorosabban fog alakulni, mint hogy most sokan gondolnak, és 2002-ben már az akkori Fidesz keresztény demokrata kormányzat elkövette azt a hibát, hogy nem látta eléggé veszélyesnek az ellenzéki erőknek az akkori kampányát. Ezt a hibát még egyszer nem szabad elkövetni. A szavazóink is nyilván úgy gondolták, hogy biztos az akkori jobboldali erőknek a kormányon maradása, ezért nem mentek el sokan. És látnunk kell, hogy akkor az akkori kormányzat visszatért a hatalomba, a családi típusú adózásrendszerét akkor szétverte, az otthonteremtési támogatási rendszert szétverte, a devizahitelezésben elindult az ország, az eladósodásban elindult az ország, és óriási mértékben ugye 8000 milliárdról 20000 milliárd fölé nőtt az államadóság, és ezt nem tehetjük meg még egyszer. Nekünk keresztény demokratáknak az egyik legfontosabb intézkedés az elmúlt 4 évből, az pontosan a családi típusú, és szerintünk ezen az oldalon több kulcsos adórendszer, hiszen bevételi oldalon egy kulcsos, hiszen ha valaki 10-szer annyit keres, akkor 10-szer annyi adót fizet, viszont a másik oldalon tekintettel van az eltartottak számára, van, aki 16%-ot fizet, de akinek sok gyereke van, az egyben 0%-os adót fizet, hiszen neki már akkor nem kell semmifajta személyi jövedelemadót fizetni. Ez egy nagyon fontos eredmény az elmúlt közel 4 esztendőből, hogy családi oldalon, eltartotti oldalon több kulcsos az adórendszer, nem arra van tekintette, hogy a fokozott teljesítmény büntesse, hanem arra van tekintette, hogy aki a jövedelméből nem csak magára költ, hanem másra is költ, azt az állam lényegében egy kedvezménnyel, egy kulcssal, vagy egy családi típusú adórendszerrel kompenzálja. Ennek az elvesztése nekünk keresztény demokratáknak nagyon nagy veszélyt jelentene, ezért fontos, hogy a Fidesz-KDNP nyerjen a választásokon, és a saját kudarcukat szerintem Mesterházi Attila azzal is elismeri, hogy kiszorítják láthatóan azért az ellenzéki összefogásból Gyurcsány Ferencet, mert látják, hogy az a 8 év, amiben Gyurcsány Ferenc együtt kormányoztak a mostani szocialista politikusok, nekik is vállalhatatlan. Legközelebb innen folytatjuk, köszönöm szépen.